szeretnék írni, és én nekem ez az este ez így nagyon, nagyon jól jött. Aha. Két dolgozatot szeretnék ebből a tanárból majd egy ötös kicsikarni, szóval hogy két dolgozatot szeretnék beadni. Az egyiknek pont a témája az előítélete, aha, illetve ő úgy kérte, hogy vonjunk párhuzamot az indiai kasztrendszer és Magyarország társadalmi szokásai az előítéletek terén. Ez az egyik. A másik meg a szépségápolás vagy gyógyítás a védikus gyógyászatban. Aha. Hogyha ebben tudnátok nekem segíteni, nagyon megköszönjük. Aha. Vagy hogy ajánlani irodalmat, forrásanyagot, aha, az is nagyon nagy segítség. Uh-huh. Jó, nézzük, hogy például ugye a kasztrendszer az az eredeti védikus társadalomnak, a varnásomnak az eltorzult képe. Mert az eredeti védikus társadalom, vagy a védáknak az eredeti társadalom az úgy néz ki, hogy vannak társadalmi osztályok, brámanák, akik a értelmiség, papok, tanítók rétege, a ksatriák, a vezetők, katonák, harcosok, a vaisják, a kereskedők, akik a földdel, a tehenekkel foglalkoznak, és a sudrák, a munkásoknak a osztálya vagy csoportja. De ez nem egy megmerevedett rendszer volt, mert ezek a csoportok gyakorlatilag minden társadalomban megvannak. Minden társadalomban vannak tanítók, papok, vezetők, kereskedők, munkások, mindenhol vannak. De amikor ez a rendszer megmerevedik, az azt jelenti, hogy automatikusan tanár lesz abból, akinek az apja tanító volt, még akkor is, hogyha nem ért hozzá, vagy automatikusan vezető vagy katona lesz abból, akinek az apja az volt, az már egy megmerevedett rendszer, mert nem feltétlenül az. Lehet, hogy jobb lehetősége van rá, de itt a tulajdonságok határozzák meg. Ugye egy tanító akkor tud tanító lenni, vagy pap lenni, hogyha megvannak a megfelelő tulajdonságai hozzá. A Bhagavad Gita leírja, hogy milyennek kell lenni egy tanítónak, egy brámanának. Szamó, hogy tudja kontrollálni az érzékeit, tudja kontrollálni az elméjét, tiszta, hajlandó vezekléseket végezni, van tudása, megvalósított tudása, egyszerű, stb. De hogyha valaki nem rendelkezik ezekkel a tulajdonságokkal, de azért oda sorolják, mert az apja is az volt, az olyan, mint hogy hát valaki orvos azért, mert az apja is orvos volt. Itt a kérdés, hogy ért-e hozzá, vagy nem? Mert ha ért hozzá, akkor tudja azt csinálni, hogyha nem ért hozzá, akkor mindegy, hogy mi volt az apja, akkor nem ért hozzá. És ez a kasztrendszer, hogy amikor meg van merevedve, de az eredeti társadalmi rendszer az teljesen természetes, ugyanúgy, mint nekünk is vannak testrészeink, van fejünk, karunk, törzsünk, lábunk. Ugye ezt szokták a brámanák, mint a társadalmi testnek a feje, a ksatriák, a harcosok, vagy az irányítók, mint a keze, a vaisják, a kereskedők, vagy a földművelők, mint a törzs, és a sudrák, mint a láb. És egy test egészséges működéséhez mind a négy részre van szükség van. Lehet, hogy a fej a legfontosabb, mert fej nélkül nem tudunk élni, lehet, hogy valaki kar nélkül vagy láb nélkül tud élni, bár nem könnyen tud élni, de az egészséges test működéséhez mindegyikre szükség van. Ugyanúgy az egészséges társadalomhoz mindenkire szükség van. És amikor ez a társadalmi osztályok együtt tudnak működni harmonikusan, akkor nagyon jól működik. És ez ami összetart egy társadalmat, az a tisztelet. Amikor a társadalomnak a tagjai, vagy a különböző csoportjai, osztályi tisztelik egymást, akkor nagyon jól együtt tudnak működni. Ha nem tisztelik egymást, akkor kezd feszültség lenni, és kezd probléma lenni. Amikor Karl Marx tanulmányozta a világnak a társadalmait, mert volt egy elmélet az osztályharc, hogy minden társadalomban van egy osztályharc a társadalmi csoportok között. És akkor vizsgálta ezt, akkor látta, hogy a védikus társadalomban nincs osztályharc.
És akkor nagyon kíváncsi volt, hogy miért nincs osztályharc. És akkor azt látta, hogy azért, mert a védikus társadalomban nem a jogok vannak hangsúlyozva, hanem a kötelességek. Hanem amikor valaki egy magasabb osztályba tartozott, az azt jelenti, hogy neki több kötelessége volt, mint aki egy alacsonyabb osztályba tartozott. Akkor neki kevesebb kötelessége van. Ugye akkor van osztályharc, amikor harc van a jogokért. Egy magasabb osztályba tartozónak több joga van, mint egy alacsonyabb osztályba tartozónak. De akkor a joghoz több kötelesség is társul. Egy kevesebb joghoz kevesebb kötelesség társul. És akkor mindenki el tudja dönteni, hogy akkor egyrészt, hogy mire hajlandó, és ami még ennél is fontosabb, hogy mire képesített, hogy mit tud csinálni. Mert hiába hajlandó valaki orvos lenni, hogyha nem ért hozzá, vagy hiába hajlandó valaki bíró lenni, hogyha nem ért a joghoz, akkor nem tudja csinálni. Tehát, hogy egy eredeti, egészséges társadalomban nincs osztályharc. És ugyanúgy az előítéletek, ugye, hogyha rákanyarodunk erre, hogy az előítéletek a tudatlanságból származnak. Amikor valaki egy bizonyos szemüvegen keresztül néz valakit, hogy oké, valaki csinál valamit, de akkor felteszi a kérdés, hogy jó, de miért csinálja azt? Hogy miért van olyan helyzetben, vagy hogyha csak nézünk egy külső viselkedést, de nem nézzük meg a viselkedés mögött rejtőző motivációt, akkor tudatlanságba fogunk maradni. Mert hogy oké, valakit megítélünk, hogy azt csinál, amit csinál, de akkor megnéztük-e, hogy miért csinálja azt? És amikor rákérdezünk a miértekre, akkor ezek az előítéletek el fognak oszlani. Mert fel kell tennünk a kérdés, hogyha mi ugyanabban a helyzetben lennénk, mint az a személy, másképp viselkednénk-e, vagy tudnánk-e jobban viselkedni. Vagy hogyha ő abban a helyzetben lenne, mint amiben mi vagyunk, lehet, hogy ő jobb ember lenne, mint mi. De nem ugyanabban a környezetben nevelkedtünk, nem ugyanabban a családban születtünk, nem ugyanazokkal a lehetőségekkel indultunk az életben, és ez okoz különbségeket. És az előítéleteket úgy lehet eloszlatni, hogy akkor megnézzük annak a személynek a teljes lehetőségkörét, hogy miben ő lép, mi az ő világa. Mert lehet, hogy mi szemléljük őt a mi világunkból, de hogyha nem lépünk be az ő világába, akkor nem kapunk egy tiszta képet, hanem akkor lehet lenézni valakit abból a helyzetből, amiben mi vagyunk, de az egy teljesen torz képet mutat. És akkor ez a fontos, hogy az előítéletek, mert gyakorlatilag pont ez a élő könyvtár éjszakája is gyakorlatilag erről szól, hogy ismerjük meg a másikat, hogy lássuk a másik szemén keresztül a világot, hogy hogyan néz ki úgy a világ, ahogyan ő látja, mert nem mindannyian ugyanúgy látjuk a világot. Mindenki egy másképp látja a világot. Mert mások vagyunk, más tulajdonságaink vannak, más a neveltetésünk, másképpen vagyunk szocializálva. És amikor hajlandóak vagyunk megismerni a másikat, hogy miért látja ő úgy a világot, ahogy látja, akkor az sokkal közelebb tudja hozni az embereket egymáshoz. Mondjuk erről a témáról ennyi, akkor volt a másik a szépségápolás, gyógyítás. Pont múlt hétvégén volt egy ajurvéda hétvége, nálunk az egy indiai gyógyászattal kapcsolatos hétvége. Ajurvéda szó szerint azt jelenti, hogy a hosszú életnek a tudománya. És volt itt egy ajurvédikus orvos Indiából, aki púzus diagnosztikával foglalkozik. Itt a barátom Vanamani Prabhu, ő is foglalkozik gyógyítással. Igen? Csak aztán elszólított az élet, csak elég nem éltem itt Kaposváros. Igen, merre? Hát mindenfele, leginkább fővárosban, Pesten voltam. Aha. Aztán olyan
helyzet volt, hogy most visszajöttem, és most megint tanulni ugye oda. Aha. De az a legnagyobb baj, hogy valamiért meg se fordult a fejembe, mert úgy tudom, hogy van nektek is főiskola. Igen, Bhakti Vedanta főiskola. Hát azt körülbelül, Budapesten. Körülbelül 2-3 hónapja tudtam meg. Amikor meg már meg volt ide a felvételünk, tehát nem baj. Nem baj, mert még bármi lehet, igen. És visszatérve az ajurvédához, hogy az ajurvéda gyakorlatilag erről szól, hogy akkor hogyan lehet fenntartani az egészséget egy megfelelő étkezéssel, egy megfelelő életmóddal, egy megfelelő életritmussal, összhangban a legfelsőbb személlyel, Krisnával. És ugye a szépségápolás, ugye, hogyha valaki természetesen él, akkor sokkal könnyebben a teste nem úgy öregedik meg. Nekem volt, hogy a feleségemmel elmentünk egy orvoshoz, mert el kellett őt vinnem. Ez tavaly vagy tavaly előtt volt. És akkor ugye ott az orvosi rendelőben akkor kérdezték, hogy mikor született. És akkor mondta, hogy 1974-ben. És akkor így ledöbbent az orvos, ez egy hölgy volt, és akkor mondta, hogy láttam már olyat, aki le tud tagadni 10 évet, de hogy valaki 20-at le tudjon tagadni. Azt hittem ilyen, hogy 20 éves, de hát ugyanannyi éves, mint én, és 45 éves most. És akkor így rendesen így lefagyott a hölgy, mint így a szoftver leállt, hogy de hogy? És akkor mondtam, hát 26 éve, 27 éve nem eszik húst, és természetesen él, és végzi a szolgálatát, Krisnának a szolgálatát, nincsenek káros szokásai, nem iszik alkoholt, nem eszik húst, nem kábítószerezik, és akkor és gyakorlatilag kozmetikumokat se használ. Tehát, hogy nem tudom, jár kozmetikushoz, hanem néha krémeket használ, természetes krémeket, de gyakorlatilag kozmetikumokat se használ. De akkor természetesen, mivel egy természetes életet él, akkor nincs ezekre szükség. Nincs ezekre szükség, vagy jóval kevesebb mértékben van rá szükség. Mert gyakorlatilag igazából azt mondtam az orvosnak, hogy ő annyi idős, mint a hány éves. Csak 45 évesen így kell kinézni. De amikor valaki nem természetesen él, akkor sokkal gyorsabban megöregszik a test. És akkor így nagyon elgondolkodott rajta. És gyakorlatilag a természetes élet ezt ajánlja. Ugye mindenki megöregszik, mi is megöregszünk, de amikor valaki természetesen él, akkor ez lassabban történik. De sajnos a mai modern civilizáció annyira előre haladott, hogy sokkal jobban sieteti ezt, és hogy akkor ez ne látszódjon annyira, akkor erre egy nagyon komoly kozmetikai ipar épült rá, hogy akkor ugye ránctalanítás, meg mindenfajta kozmetikumok, amit jó drága pénzért lehet megvásárolni, és nem beszélve a plasztikai sebészetről, hogy akkor a ráncokat kihúzni, hogy valaki úgy nézzen ki, mint hogyha fiatal lenne, és ez egy hatalmas nagy iparág. És főleg most már Hollywoodban az idősebb szerepekre Európából kell importálni színészeket azért, mert az amerikai színészek már annyira szétplasztikázták magukat, hogy egy idős szerepet nem tudnak eljátszani, mert nem úgy néznek ki, mint egy természetesen idős ember. És akkor Európából kell hozni öreg színészeket, hogy a öreg szerepeket hitelesebben el tudják játszani. És ugye ez egy nagyon ilyen kicsavarodott torz gondolkodás, hogy,
hogy ugye ez a nevek világa, vagy a látszat világa, hogy nem az a lényeg, hogy ki vagy, hanem hogy kinek látszol. És ugye ez a... Ugye a szépséggel nincs probléma, mert a hölgyek természetesen akarnak szépek lenni, és ezzel nincs is semmi baj, ez természetes. De amikor már ugye úgy szétplasztikázza magát valaki, hogy már gyakorlatilag annyira elcsúnyítja magát a szó legszorosabb értelmében, vagy már annyi plasztikai műtét van rajta, hogy már gyakorlatilag az már a egészségének a rovására megy, akkor az már egy nagyon-nagyon komoly túlzás. És a fő probléma, hogy gyakorlatilag ez is egy biznisz lett. Egy biznisz lett, hogy ugye erre a vágyra, hogy a hölgyek szépek akarnak lenni, egy hatalmas iparág épült rá, hogy akkor el tudják venni a pénzüket ezzel kapcsolatban. És a eredeti ősi kultúrában ott is használtak természetes kozmetikumokat, de nem azért, hogy akkor kizsigereljék a testüket, hanem azért, hogy akkor csak kiemeljék, ami természetesen ott van. És van egy hölgy nálunk Krisna völgyben is, aki ilyen természetes kozmetikumokat gyárt. Tehát, hogy olyan szappanokat, olyan krémeket, olyan fogkrémeket, ami nem kemikáliákból van, ami megmérgezi a testet, hanem természetes alapanyagokból, mert megvan ennek a természetes módja. És amikor valaki ezeket használja, akkor érzi, hogy ez teljesen jó. Jót tesz a testnek. Nem. Lehet nem csak, hogy egy rövid idő alatt ad valami eredményt, és hosszú távon megmérgezi a testet. Például van, Krisna-völgyben lehet kapni egy ajurvéda könyvet, hogyha a ajurvédával kapcsolatban, akkor az a címe, hogy David Frawley ajurvéda. Hogy emlékszem, mi a pontos címe? De magyarul például Krisna-völgyben meg lehet kapni, meg is lehet rendelni szerintem interneten is, a webshopba. Akkor a kasztrendszerre, vagy a most megjelent a édesvíz gondozásában Manunak a törvényei. Azt meg lehet vásárolni. Manu törvényei, Manu Samhita. Ez például egy könyv, vagy a Bhagavad Gita is. Gyakorlatilag a Bhagavad Gita is beszél valamit a társadalmi berendezkedésről. Vagy van a lelki tanítómesternek egy könyve, az a címe, hogy Varnásram Kódex. És ez gyakorlatilag a társadalmi rendről szól, hogy ahhoz, hogy valaki helyesen megállapítsa azt, hogy ő milyen tulajdonság, vagy milyen csoporthoz tartozik, ahhoz először ki kell fejleszteni egy 21 jó tulajdonságot magába. És amikor ez a 21 tulajdonságon dolgozik, ami között van a tisztaság, ami között van az alázatosság, az egyszerűség, és sok másik tulajdonság is, akkor meg tudja állapítani maga, vagy a körülötte lévők segítségével, hogy mi a természetes helyzete egy társadalomban. És ezt a könyvet a Sivaram Swami írt, és a Varnásram Kódex. Ez gyakorlatilag a társadalmi berendezkedésről szól. A természetes társadalmi berendezkedő. A Bhaktivedanta Főiskola könyvtárában mind a három könyv gyakorlatilag megtalálható, hogyha Budapesten jár. Csillaghegyen van ez a Lehel utca 15-17 szám alatt a Bhaktivedanta Főiskolának a könyvtára. Más, erről a szépségápolásról így hirtelen nem jut eszembe könyv. Ez így van, nekem tökéletes
20-an már itt már el tudott indulni. Jaj, nagyon-nagyon köszönöm a segítséget. Nagyon jó ez a mondás. Mert nagyon sok mindenkivel találkoztam. Nagyon sokféle nézőpont. Erről már sokat lehet. És nagyon-nagyon érdekes. Szívesen. Hát most volt neki ilyen műtéte. Igen, ő is ilyen kerekes kocsiban van most. Cukorbetegség miatt amputálták mind a két lábát. Emlékszem, hogy az már akkor megvolt a cukorbetegsége, szerintem már egy időben. Megvolt neki, csak sajnos nem figyelt eléggé oda rá. Csodálatos, ami érdett a konyhaművészethez, azt ne kell adni.